Sziasztok, kedves nézőim! Bét vagyok. Ez pedig itt egy újabb Daisy napló, méghozzá hosszabb kihagyás után. Az elmúlt napokban, hetekben meglehetősen sűrű volt a program, úgyhogy nem nagyon jutott időm arra, hogy új epizódot készítsek. Viszont most végre volt egy szabad hétvégém, és úgy döntöttem, hogy ismét készítek egy epizódot. És ahogy láthatjátok, ismét egy teljesen új karakterrel vagyok, akit éppen zombik üldöznek. Azonban nem azért vagyok új karakterrel, mert meghaltam, hanem azért, mert feljöttem ismét az experimentál szerverekre, ugyanis a hét folyamán kijött egy nagyobb frissítés, és úgy gondoltam, hogy bemutatok nektek néhány olyan újdonságot, ami az új frissítés van benne, és valamikor ugye a közeljövőben várható, hogy a végleges változatba is bekerül. Ugye ezt korábban már mondtam, de ugye erről a változatról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag bárki kipróbálhatja. Nem kell semmit tennie, csak egy-két beállítást megváltoztatni a Steamen. Ezt most nem fogom részletesen kifejteni, de a videónak a leírásában most is megtalálhatjátok, hogy mi a módja annak, hogyha szeretnétek kipróbálni az experimentál verziót a Daisy-ből, aminek köszönhetően már jóval korábban találkozhattok az újdonságokkal, amik majd bekerülnek, és ezt most idézőjelben mondom, ugye a végleges verzióba. Tehát a héten kijött egy méretesebb patch, amiben számos újdonság kapott helyet, és ebből én igazából egyre szeretnék koncentrálni, méghozzá az új városra, ami itt van a közelben, most ugye Csernaja Polanában szaladgálok. Azonban azért futottam be ide, mert szeretnék nektek bemutatni egy érdekességet, hogy a fejlesztők hozzányúltak azért ehhez a területhez is, ugyanis akik jártak itt, azok tudják, hogy itt jobbra ugyebár garázsok voltak, amit most itt teljesen lebontottak, illetve ennek a vörös háznak a helyén egy zongorás ház volt, amit ugye mindannyian szeretünk, hiszen egész jó lootokat lehet ott találni. Nos, ezek eltűntek Csernaja Polanából. Úgyhogy a fejlesztők nem csak új várost raktak be, de dolgoztak a már meglévőkön is, és hát ennek az lett a következménye, hogy Csernaja Polana egy kicsit szegényebb lett lúttal. És ha jól látom, akkor az ott nem egy zombi, aki ott fut, hanem egy másik játékos. Hello! I'm friendly! Please help me! Please help me! This zombie's gonna kill me. Hoppá. No hát, vagyunk itt egy páran. Szóval, tehát arról beszéltem az előbb, mielőtt itt a kollégával belefutottunk a zombikba, hogy ugye Csernaja Polana sem maradt érintetlenül. Azonban tényleg ennél sokkal fontosabb, hogy bekerült egy város a játékba, méghozzá nem is egy kicsi város, tehát nem egy ilyen Csernaja Polana méretű városka, hanem egy jóval nagyobb település. És hát úgy döntöttem, hogy most ezt szépen meglátogatom, és megmutatom nektek, ugyanis tényleg egy kifejezetten nagy, már-már Csernogorszkal és Zelenogorszkal vetekvő méretű városról van szó, ami itt van a közelben. És azért is érdekes ez a város, mert gyakorlatilag a kiépítése az nem nagyon hasonlít semmire, amit korábban láthattunk, tehát hogy van benne minden. Tehát van benne gyakorlatilag ilyen belváros, kis kétemeletes házakkal, illetve van egy hatalmas ipartelepe, de tényleg hatalmas, illetve találunk ott panelházakat, és tényleg, ha jól emlékszem, akkor a fejlesztők azt mondták, hogy nagyjából 3000 objektumból épül fel a város, ami azért egy hatalmas szám, úgyhogy lesz mit felfedezni, lesz mit bejárni, és hogyha figyelitek, ott a háttérben már rajzolódik ki a város, és innen fentről fog igazán látszódni, hogy milyen hatalmas településsel van dolgunk. Ez Karmanovka, az új város, ami hamarosan valószínűleg benne lesz a következő frissítésben, és tényleg egy pillanatra érdemes megállni, és
körbenézni, ugyanis egy hatalmas, hatalmas nagy településről van szó, ami ugye Csernajapolanából gyakorlatilag borzasztóan egyszerűen megközelíthető, és hogyha esetleg valaki Svetlojárszban éled újra, vagy ott születik meg, annak tudnia kell, hogy ezeken a sineken, ahol éppen most vagyok, pillanatok alatt, pár perc alatt elérhető ez a város, csak el kell indulni Svetlojárszból kifelé, és a jobb oldalon fel fog tűnni ez a hatalmas nagy település, aminek itt az ipartelepe terül el éppen a lábaim előtt. Elképesztően nagy, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg lootot rejt, és most ezt nem állítom 100%-ra, mert én a nagyobb iparvárosokban lent délen nem sűrűn szoktam megfordulni, Csernóban és Zelenóban, de szerintem vannak itt olyan épületek egyébként, amikkel máshol nem nagyon lehet találkozni. Lent ott vannak a vagonok, amikről érdemes tudni egyébként, hogy érdemes körbejárni őket, ugyanis sokszor található körülöttük loot, alaplút, de hogyha kezdőjátékosok vagyunk, akkor az ugye jól jöhet, és akkor én most szépen befutok erre az ipartelepre, és az ipartelepről pedig be a belvárosba. Egyrészt megnézzük, hogy milyen cuccokat tudok felszedni a karakteremre, másrészt megnézem, hogy milyen épületeket és érdekességeket rejt ez az új város. Én is először járok itt, tehát ez legalább nekem is akkora újdonság lesz felfedezni ezt a települést, mint nektek. És miközben caplatok befelé, azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy tényleg egy igazán méretes frissítésről van szó, ugyanis nem csak ez a város került be a játékba, de számos újdonság, mind a játékmenetet illetően, mind pedig a lootolható tárgyakat illetően. Ami ugye a felszerelést illeti, kapunk új fegyvert, ugyanis mostantól elérhető lesz a játékban az AKM nevezetű, ami nem összekeverendő a sokak által ugye kedvelt AK-47-tel, ez egy teljesen más fegyver, de azért mégis hasonlatos ahhoz, nagyon sokan szeretik, illetve új ruhák is helyet kaptak a játékban, a Csernaruszi rendőrségnek az uniformisát lehet összegyűjteni, ami gyakorlatilag egy tányér sapkát, egy újfajta nadrágot és egy zubbonyt jelent. Emellett pedig képzeljétek el, hogy megjelentek az első állatok, ugyanis egy korábbi csatangolásom során itt az experimentál szerveren találkoztam tehenekkel, méghozzá rögtön három fajtával, egy tarkával, egy barnával és egy feketével, ami ugye előrevetíti azt, hogy hamarosan megjelenik a többi állat is, és lehetőség lesz a vadászatra. Én az egyik tehenet azt egy kapával leütöttem, de nem sikerült kinyernem belőle semmit, viszont szerintem ez azért volt, mert nem volt nálam szerintem megfelelő felszerelés, illetve lehet, hogy ez a rész még nincs benne a játékban, ezt most csak sarcra mondom, nem néztem utána, de az a lényeg, hogy a jövőben szinte biztos, hogy ezekből az állatokból hús, illetve bőr lesz kinyerhető. A hús ugye megsüthető lesz, ugyanis ebben a verzióban már lehetőség van arra, hogy tábortüzet rakjunk, tehát ezeknél a tábortüzeknél nem csak melegedni lehet majd, de lehet majd ugye hús sütni, és valószínűleg a bőrből és a hasonló állatokból kinyert dolgokból pedig kraftolással lehet majd különböző eszközöket ugye létrehozni. És a korábbi kalandozásaim során találtam egyébként egy horgot is, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már lehetőség van pecabotnak a kraftolására. Amire még nem jöttem rá, hogy hogyan lehetséges, ugyanis mielőtt az a karakterem elveszett volna egy újraindítás során, megpróbáltam kötéllel össze kraftolni, de ez nem vezetett semmilyen eredményre. Viszont most már biztos, hogy hamarosan a játékban elérhető lesz a pecázás, tehát különböző kis tavakból, sőt, akár még lehet, hogy a tengerből is halakat foghatunk majd ki, és ugye akár csak az állatokból kinyert hús, a hal is megsüthető lesz. Tehát hamarosan, hopp, ez most egy hatalmas nagy lag volt, tehát hamarosan eljön az az időszak a Daisy-ben, mikor már nem feltétlenül lesz szükség arra, hogy ilyen városokban vadásszunk konzervekre, hanem akár a
szabadban, az erdőkben, a városoktól távol is túlélhetünk, gyűjthetünk húst az állatokból, és ugye fenntarthatjuk magunkat azzal, hogy mindenféle cuccokat kraftolunk az így szerzett eszközökből, és ugye folyamatosan ellátjuk magunkat étellel. És ahogy láthatjátok, itt a városkában rögtön található egy ABC. Abból kiindulva egyébként, hogy Csernaja Polanában találkoztam egy sráccal, valószínűleg itt nem lesz akkora szerencsém, szerintem ezt a területet már valaki biztos, hogy végigjárta előttem, de ettől függetlenül mindenképpen jó lesz ez a videó arra, hogy egy kicsit megismerkedjünk ezzel az új várossal. Ugye itt vannak, ezt nevezhetjük belvárosnak, itt vannak ezek a kétszintes épületek, amiket mindig érdemes végigjárni, ugyanis itt kajapia ruházat található általában dögivel. És érdekessége ennek a városkának, hogy kicsit feljebb van egy paneles része, ami azért olyan sok városról nem mondható el ebben a játékban. És egyébként ezt tudni kell, hogy a játék tervezőinek, fejlesztőinek a tervez között szerepel, hogy mostantól ugye a játéknak az északi részét fogják egy kicsit ugye turbózni. Tehát a közeljövőben várható, hogy ezen a városon kívül meg fog itt jelenni majd egyébként néhány új település is. Aki ezen a részen már ugye bandukolt, illetve felfedezte, azt láthatta, főleg hogyha a sinek mentén haladt, hogy jó pár olyan már alap, úgymond alap található az utak mentén, ahol jól látható, hogy a fejlesztőknek a tervei között az szerepel, hogy építenek oda valamilyen kisebb-nagyobb várost. Hoppá, egy nagyobb hátizsák. Lootolás szempontjából abszolút pozitívnak érzem ezt a helyet. De hát ugye, ez nem meglepő, hiszen tényleg elképesztően sok épület kapott itt helyet. Szerintem az egész városkának a bejárása akár másfél órát is igénybe vehet, ugyanis tényleg így nézek jobbra-balra, mindenhol van olyan épület, ahova érdemes lenne befutni, és ahogy a Daisy városainak nagy részében itt is található egy főtér, ott egy templom. Ezt egy kicsit megközelítem, megnézzük, hogy be lehet-e menni. Illetve rá kellene jönnöm, hogy melyik irányban található a panel rengeteg. Hoppá! Itt pedig egy pórójárt kolléga. Valószínűleg őt van, ledurrantották. Szerencsétlen. De hát az ő bal szerencséje az én szerencsém. Hál' Istennek van nála néhány olyan dolog, ami az én túlélésemet egy kicsit segíteni fogja. És nem úgy látom, hogy a városkába, az, hogy a templomba nem lehet bejutni. Itt egy rendőrautó. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy mostantól ismét érdemes kinyitni a különböző járműveket, ugyanis a legutóbbi frissítés óta, mármint a végleges verzió frissítése óta lehet találni lootot ezekben a járművekben, és nem tudom, láttátok-e, hogy fölszedtem ilyen nyílvesszőt, ami nem a számszeríbe való, hanem abba az íba, amit ugye egy korábbi videómban én kraftoltam, de ugye még nem működött, és feltételezem, hogy most, hogy már van hozzá külön nyílvessző, könnyen lehet, hogy most már kraftolható rendes íj, ami ugye a vadászathoz lesz szerintem elengedhetetlen, hogy majd a későbbiek során ezt letesztelem, illetve hogyha tegyük fel, akkor a szerencsém van, hogy most találok hozzá hozzávalókat, akkor készítek egy íjat. Erre szerintem viszonylag kevés most az esély. Ugyanis, hát ahogy láthatjátok, meglehetősen felületesen járom körbe az épületeket. Nem szeretnék senkit azzal untatni, hogy megint csak lootolgatok. Igyekszem azért
egy kicsit informatívá tenni a videót azzal, hogy ugye körbejárom a városkát, hogy láthassátok, hogy mire számíthattok a következő frissítésnél. Egyébként ez a rózsaszín cucc, ez egy teljesen új eszköz. Flare, ugye ilyen fényjelző cucc, és hát gyakorlatilag egész jó. Tehát ugye ez főleg éjszaka lehet jó, hatalmas területet világíthatunk be vele, amivel természetesen hatalmas területen hívhatjuk föl magunkra a figyelmet, valószínűleg vonza a zombikat, illetve a játékosokat is, de a megoldás elég impresszív. Kíváncsi lennék, hogy mennyi ideig lehet használni. És ahogy láthatjátok, egész jól bevilágítja a területet. Most egyébként ezzel valószínűleg egy kisebb öngyilkosságot is végrehajtok, ugyanis valaki van itt a környéken, biztos, hogy feltűnik neki, hogy mi ez a rózsaszín fénygömb. De ez az új tárgyak egyike. Egészen érdekes. Nekem tetszik, bár nekem igazából minden újdonság tetszik, amit beraknak a játékba. És az a helyzet, hogy most egy kicsit így eltévedtem. Ugyanis így fogalmam sincs, hogy merre lehetne megközelíteni a panelházakat. Minden esetre most gyorsan végignézem itt a garázssort. Hát ha találok valami hasznosat, illetve valami újdonságot. És egyébként nem csak a rendőrautókat lehet kinyitni, hanem a többi járművet is, de ebbe éppen most nem volt semmi. Innivaló. Hoppá, hát ezt gyorsan be is verjük. A nagy szaladgálásban nem vettem észre, hogy a karakterem már meglehetősen éhes, úgyhogy most gyorsan egy kicsit elfogyasztom a nálam lévő dolgokat. Ott van például egy nyers krumpli, biztos, hogy nagyon jól fog esni kis barátunknak, akit meg el sem neveztem. Hívjuk csak Joe-nak. Joe, akinek eddig hatalmas nagy mázlia volt egyébként, nem úgy, mint annak a szerencsétlennek ott a főtéren. Egyébként érdekesség, hogy bár most ott láttam egy hullát, azért az experimentál szervereken jóval barátságosabbak a népek, mint egy átlag Daisy szerveren, ugyanis korábban, mikor elkezdtem itt mászkálni, akkor nem egy fickóval találkoztam, akik láthatóan sokkal jobban felszereltek voltak nálam. Hó, nézzetek, Lenin bácsi, köszönjünk neki. Szia Lenin pajtás, szavasz. Szóval, tehát hogy találkoztam jó néhány játékossal, és egyáltalán nem voltak agresszívak. Köszöntünk egymásnak, intettünk egymásnak, hogy szavasztok, mi a helyzet. És mindenki ment a maga dolgára. De hát ugye Csernaja Palanában is láthattátok, hogy ott volt az a srác, láthatóan volt nála fegyver, és egyáltalán nem volt olyan agresszív, mint mások szoktak lenni, hogy meglátok valakit, és azonnal ledurrantam, hanem gyakorlatilag még rám is köszönt. Tehát, hogyha esetleg valaki egy kicsit barátságosabb környezetben szeretne játszani, akkor érdemes esetleg följönnie az experimentál szerverekre, aminek az a hátránya egyébként, hogy csak akkor üzemelnek, mikor kiadják hozzá a legújabb tesztfrissítéseket. Hopp, ismét egy kisebb lag, és közben hál' Istennek elértem a paneles részre. Itt van még ez a házikó, amit szintén érdemes meglátogatni, hiszen azért itt is lehet néha jóságot találni, főleg, hogyha olyan kis noob karakterrel vonulunk, mint amilyen most az enyém, tehát itt azért ételital mindig akad. Ezeket gyorsan fel is veszem, aztán megnézem, hogy mi a helyzet odakin. Illetve hát
Lehet, hogy ez nem árt, hogyha most kezembe veszem egyébként ezt a shotgunt, és ezzel nézek körbe. Jobb félni, mint megijedni alapon. Hoho, itt a kedvenc sityakom. Még mindig. Joe. Szeretem, hogyha a Joe-imnak ilyen frankó cowboy kalapja van. És igen, itt van. Itt van a panel rengeteg. Nem olyan nagyok, mint amilyen délen találhatóak, hanem a kisebb fajták. Viszont van belőlük jó néhány. Illetve itt vannak a garázsok is, amiket szintén azért átnézek. Sosem lehet tudni, hogy mire bukkan itt az ember. Az új fegyverekre sajnos itt viszonylag minimális esély van, hogy rátaláljak, ahhoz ennél egy kicsit veszélyesebb környékekre kellene ellátogatni. Úgy, mint ugye közelben lévő északi reptér. De azt most inkább nem kockáztatom meg, mert akármennyire is barátságosabbak az emberek ezeken a szervereken, azért, hogyha jobb cuccok kerülnek az ember kezébe, azért előbújik a kis ördög, még a legjámbarabb játékosból is, és hajlandó most lepuffantani, ugye, bárkit, akárcsak azon célból, hogy letesztelje, hogy hogy működik egyébként az adott fegyver, akár az AKM, ami ugye most már megtalálta a játékban, itt egy kórház, és most fölcappaltok a tetejére, hogy egy kicsit körbenézzek, és egy kicsit jobb képet kapjunk a városról. Hát, erre most van nem lesz szükség. Na. Gyerünk. Na, mi van? A korábbi videómban, ha jól emlékeztek, volt egy olyan rész, amikor nem tudtam ugye az Istennek sem berakni a nadrágomba egy bizonyos cuccot. Utána ezt ugye megtárgyaltuk a Facebookon, illetve a kommentek között is volt róla szó, és amint láthattátok, ilyen esetben az a megoldás, hogy le kell venni a cuccot, a karakterről is vissza kell rakni, és utána működni fog a dolog. Tehát valaki említette, hogy azért nem tudtam berakni a nadrágomba a cuccot ugye a korábbi videóban, mert hogy sérült volt a nadrág. De ez valójában nem így van, hanem ez még mindig egy bug gyakorlatilag a játékban. Tehát, hogyha ilyennel találkoztok, akkor úgy lehet orvosolni a dolgot, hogy fogjátok azt a ruházatot, amiben nem tudjátok berakni azt az adott ételt, vagy bármilyen tárgyat, leveszitek magatokról, visszaveszitek, és utána valószínűleg már nem lesz gond azzal, hogy berakjátok a cuccot a táskátokba, és itt van egy kis morfium, ami nagyon jól fog jönni a későbbiekben, ugyanis egyszer már megtörtént velem az, hogy elértem ide a városnak a határába, nagyon örültem, hogy meg tudom nektek mutatni, és gyakorlatilag leestem 3 lépcsőfokról, és eltört a lábam, úgyhogy újjá kellett születnem, és végig kellett megint caplatnom fél Csernoruszon, hogy eljussak ideig. Ugye a morfium az a tárgy, amivel a lábtörések azonnal gyógyíthatóak, úgyhogy azt mindenképpen érdemes beszerezni. És hát gyakorlatilag ez lett volna a legújabb Daisy napló. Tényleg azt szerettem volna, hogyha elsőként meg tudom nektek mutatni a magyar Daisy videósok közül ezt a városkát. Városkát, hát jaj, majd megint ez az átkozott bug. Borzasztó egyébként, hogy ezeken a szervereken folyamatosan ez történik. Hogy egész egyszerűen visszadob. Na de, a lényeg, hogy ebben az epizódban tényleg szerettem volna bemutatni. Hát ez nem igaz.
Remélem, hogy ezt a bugot nem fogják átvinni a végleges verzióba, mert borzasztóan idegesítő. Hát igen, a DayZ még mindig nem tökéletes, és hoppott egy rendőrség, oda még azért benézek. És miközben ugye azért így közeledem a videó végéhez, azt szeretném elmondani, hogy igazából nem lazsáltam teljesen az elmúlt hetekben, hanem próbáltam összerakni egy speciális videót. Nagyon sokan mondták már, hogy miért nincs soha PvP a videókban, és ugyan nem is PvP-t szerettem volna, hanem igazából az orrlövészkedésről szerettem volna egy videót készíteni, oktató videó jelleggel, illetve bemutatni, hogy hogyan is működik ez a dolog itt a DayZ-ben. És viszont ugye az orrlövészkedésnek megvan az a hátránya, hogy az bizony nem egy gyors folyamat, tehát nagyon sok várakozást igényel, szóval egy olyan videónak az elkészítése az semmiképpen nem megoldható olyan módon, mint ahogy ugye a mostani videót készítem, hogy egész egyszerűen elindulok, aztán folyamatosan beszélek, bemutatom a játékot, miközben történnek a dolgok, ugyanis tényleg az orrlövészkedés arról szól, hogy az ember vár egy bizonyos, jól meghatározott ponton, és arra vár, hogy érkezzen valaki, akit esetlegesen ugye le lehet puffantani. És azért lássuk be, az borzasztóan unalmas lenne, hogyha arról szólna a videó, hogy én fekszek egy tetőn, és közben arra várok, hogy valaki oda tévedjen, úgyhogy ez az első összevágott videó lesz a DayZ naplók történetében, és több videóból fogom összevágni, és ha minden igaz, úgy tervezem, hogy először elkészítem a videókat, aztán külön felveszem majd hozzá a kommentárt. Ez a terv, aztán meglátjuk, hogy mi valósul meg belőle, de valamikor a közeljövőben számíthattok majd egy ilyen videóra, mindenképpen igyekszem majd összerakni egy ilyet. És hát ez lett volna a legújabb DayZ napló az új várossal, amit ugye borzasztóan könnyű megtalálni. Ez tehát Karmanovka, érdemes megjegyezni ezt a nevet, és amikor bekerül a végleges verzióba, akkor majd ellátogatni ide. És egyrészt köszönöm a figyelmet, hogyha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van, a szokás szerint várom ugye a komment mezőben, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha még esetleg nem tettétek, akkor iratkozzatok föl a csatornámra, és bár kétségtelen, hogy ez a mostani epizód nem volt túlságosan izgalmas, mindenki, aki végignézte, az most örülhet, ugyanis kaptok egy kis ízelítőt az orrlövészes videóból, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha esetleg van kedvetek, akkor csatlakozzatok hozzánk a Facebookon is, ugye a DayZ napló fönn van a Facebookon is, én most búcsúzom, és akkor következzen egy kis ízelítő a jövőbeli egyik DayZ naplóból. Sziasztok!